És most barista percek a Fortunában, hogy jól induljon a reggel. Egedűs Lászlót, a Paksi kávé barisztáját kérdezném, hogy ugye rohanó világban élünk. Ma már az emberek, nem mindenki szeret leülni kávézni, nem mindenki száll rá időt, nem mindenki adja meg ennek a formáját. Hallottam olyat is, hogy valaki egyszerűen csak kávészemeket rágcsál, mert az ott van nála, az gyorsabb, azt az autóba is tudja. Ez nem káros az egészségre? Hát itt is a mértékletességre lehet a hangsúlyt fektetni. Nyilván egy-két kávészemet elrágcsálunk, annak semmilyen káros hatása nem lesz. Nekem is van ismerősöm, aki nagyon szereti, illetve azért ebből készítenek édességet is, amikor étcsokoládéval vagy tejcsokoládéval bevonják ezeket a kávészemeket. Azt azért, tehát egy eszpresszó kávé 50-55 szem kávéból áll, az van megőrölve, az egy adag, azt azért, ha elrágcsáljuk, az abban lévő koffein mennyiség ugye bekerül a szervezetünkbe, nyilván sokkal nagyobb dózisban van jelen olyankor. És hogyha valaki mondjuk hosszú távfutó, vagy olyan sportot űz, hogy nagyon kell, akkor esetleg ez ajánlható lehet? Hát ezzel kapcsolatban nincs információm, ha szereti, akkor mindenképpen, mert boldogabb lesz, és akkor lehet, hogy jobban fog futni. Hát igen, az lehet, illetve azt szokták mondani, hogy a kávéval hosszú életet lehet élni, például, hogyha valaki naponta megeszik 4 szem kávét, és ezt mondjuk 80 éven keresztül csinálja, akkor garantált a hosszú élet. Hát elképzelhető, így van, reméljük. Így van, a másik szintén az egészséggel kapcsolatos kérdés, hogy milyen káros hatásai lehetnek, ha túl sok kávét iszik valaki. Mindig visszatérünk, vagy visszakanyarodunk a koffeinhez. Ami egészségtelen a kávéban, az a koffein, meg a rossz minőségű kávéban lévő csersav. Tehát ez a kettő dolog van. Hogyha nem visszük túlzásba a kávét, meg annyiszor ismételtük, hogy ha jó minőségű kávét fogyasztunk, akkor nem, hogy egészségtelen a kávé, hanem inkább egészséges, és ezek olyat orvosi kutatások igazolják most már. Köszönjük szépen a pontos felvilágosítást, Hegedűs Lászlót, a Paksi kávé barisztáját hallották. Igazi paksi aromák, kora reggel csak nálunk. Barista percek a Fortuna Rádióban.